Szók, mikrofon próba 1, 2, 3. Nem is ide akartam bemenni, hanem Solo Adventures mondjuk. Hát most kipróbáljuk most, hogy a Hearthstone, most gyakorlatilag most még tudunk-e közvetíteni Hearthstone, tehát most ez egy kisebb teszt lesz. Jó lesz. Jó lesz. Megy úgy minden? Látom, hogy megy minden. Várjál, most elkezdek, elkezdek játszani. Nem mikrolagokat az néha. Nem vészes. Valami CPU terhelést azt most írja nálam. Hogy most igen. Miért az... Miért csinálja ez? Az nálad nyitva van. Micsoda? A livestream. Van nálad. Lekapcsolom, akkor kilépek akkor a kapcsolj Twitch, Twitch-ra, meg Facebook, meg ehhez hasonlókat, akkor azokat le. Lehet, hogy ám a böngésződbe. Hát nem tudom, ma néztem meg például, meg valahogy valamiért ötször megnyitja a 32 bites Google Chrome-ot a folyamatoknál, tehát nem értem ez sem például. Megszokta, megszokta. Na, most bezártam ezeket. Baj, nem jól. Na és most jobb? Jó, most látom, hogy jó. Hát jó, csak egy kicsit elégázítja, nem tudom nézni a chatet, aki streamezik, ugye? Tabletre még mindig nem jöttem rá, hogy hogyan tudnám megoldani azt, hogy... Mert valami van. Akkor játsszuk, hogy elkezdjük. Hát szerintem kezdjük el akkor. Ha működik, akkor jó lesz. Akkor fel is adom, aztán elkezdhetjük a játékot. Meg amúgy már élőben is vagyunk, tehát... Igen, azt tudom. Járt egy pillanat. És elindítom. De ezt nem értem, hogy miért nyitja meg a Google Chrome-ot is ötször például. Tehát úgy megnyitja, hogy a folyamatokban, úgy a háttér folyamatokat ötször ötöt megnyit.
holott ugyanaz csinálja, ugyanazt a szerepet tölti be. Tehát nem értem. Tudom. Ez mindenkinek így van, ez nálam is így van. Ja, akkor nem nála, nem csak ez nem nálam a, nem a te problémád. Jó van akkor. Hát akkor kezdjük. Hát akkor kezdjük el, ja. Jó, hát akkor... Hát akkor üdvözlünk benneteket újra Dynamic Monasterynél. Most már a follow-okat most már meg tudtuk oldani. Majd el ne felejtsen majd megköszönni a 6 új feliratkozónknak a fáradtságát, hogy feliratkozott hozzánk. És figyelemmel kíséri tevékenységüket. Most egyelőre most ketten leszünk itt, én meg Elmis, ugye? A Dynamic Monasterynek, mint már tegnap említettem, nagyfejese. Várja, mert nem Tavendróra hívtál be. Ja, nem Tavendróra. Ja, jó. Várjál, akkor Tavendróra, akkor azt akartunk, igaz? Ja, most szorítkozzunk. Alenszi valaki hozzá akar adni barátnak? Hát jó van. Fogalmam sincsen, hogy... Most megmondom őszintén, hogy... Ki lehet? Most hívtad aki Tavern Bro-ra. Nem tudom, hogy ki értesült róla és ki nem, de... A Grand Tournament az kezdetét vette már egy szegmensben, pedig a Tavern Brawl Grand Tournament-es lapokkal tudunk játszani. Az igazi, az eredeti kihívás az jövő héten fog érkezni. Addig is itt ki lehet próbálni a lapokat. Így bizony, és a hivatalos a Grand Tournament megérkezete az 24-én lesz, tehát nem is kell sokat adódnunk ahhoz, hogy az arénában és a kollég és a gyűjteményünkben az, ezeket a gyönyörű új lapokat is készhez tudjuk fogni őket. A legnagyobb... Egyébként, bocsáss meg, csak itt van Alenszi. Köszönjük a érdeklődésedet. És reméljük, hogy jól fogod érezni magad. Hozzátennék, hogy a mai napon valószínű, hogy készülünk egy League of Legends bemutatóval is, mert ott is történtek változások. Tarts velünk, és akkor fogod tudni, hogy mikor vagyunk online. Followolni a Facebook oldalunkat, illetve a Twitch csatornánkat se felejtsétek el, hiszen más, hiszen így információt kaptok, hogy jelenleg mikor van közvetítés. Hogy mik, most mindenki megkérdezheti most, hogy mi újdonságok várnak bennünket a Grand Tournamentben. Itt azt már mindenki tudja, mert ugye a Gamescomról már értesítést kapott mindenki, aki nézte. Az augusztus 5-e, 6-ai és annál továbbeli eseményeket. Több mint 130-32 új lapot, ha jól emlékszem, annyi lapot fogunk kapni. Új mechanikokkal is fogunk találkozni, új varázslapokkal. És ugye a játékbeli mechanikával, a Inspire-rel fogunk megismerkedni, ami az fogja, végül is az, annak az lesz a szerepe, hogy gyakorlatilag ahányszor használjuk a heroik képességeinket, annyiszor kapnak bónuszokat. Mit tudom én, például az egyik minion kap plusz egy HP-t, vagy egy támadó pontot, és így tovább. A ranked rendszerben mégis annyi változás fog történni, hogy most már minden hónapnak a végén
valamilyen, amilyen rangot elértünk a ranked játékaink során, olyasmiféle különböző finom jutalmak válnak ránk. Tehát, ez a ribanc varázslat. Szóval érdemes azért most már egyre többet ranked játékot is figyelembe venni. Mert ez sem lesz egy semmi dolog. Hogy most mit fog tartalmazni ez a jutalom, amint a profilban megnyitjátok a profilotokat, ott láthattok egy kisebb kincses ládát. Ez a hónap végén fog kinyílni, amilyen ranked szintet elértetek Hearthstone-ban. Ezt most én gondolom valószínűleg, hogy néhány újdonságot fogtak találni, tehát például paprikat, goldot vagy dustot, én mondjuk ilyesmire gondolok. Konkrétabban még senki sem tudja, hogy mik lesznek ezek a jutalmak. És még a legfontosabb újítás még a Hearthstone történetében, hogyha aréna meccset is játszotok mostantól, akkor most ugye már nem a legújabb pakból fogtok kapni, tehát kaphattok új pakkot kisebb eséllyel, de az eddigi jól ismert kiegészítős pakkokat, mint például a Classic pakból, vagy a Goblins vs. Gnomes pakból is lehet kapni egyet-egyet. Elmészni, amit láthatjátok most a példában mindjárt, ez egy Inspire-ös minion, a Kodo Rider, ez a leghíresebb Inspire minion, amit most bemutattak a Big Gamescom-on. Gyakorlatilag ahányszor használja a tulajdonos a heroic képességét, annyiszor valami más csinál. Például a Kodo Rider most megidézett még egy 3x5-ös statisztikával rendelkező szörnyet. És most Emisztv is most már kezdem, most már adok neki szójogot, hogy szerinted mit gondolsz ezekről az új lapokról, Emisztv, hogy mennyire fogja megrezektetni a Hearthstone világot? Mindenképpen egy új dolog, nagyon új dolog, és valószínűleg tartom, hogy alapjaiban megváltoztatja. Annyi minden lehetőségünk lesz új próbálni dalmakat várhatunk szerintem ezt. Például, ha megnézed ezt a lapot is, Fire képességével egy random spell lapot fogok kapni. És emellett még a Fallen Hero, ami a legtöbb újabb kártya és most már Hero Powereket fog erősíteni, hogy meg fogja változtatni a Hero Poweröknek a funkcióját. És amint látjátok, az új Border asztallapot is megláthatjátok. Ez az új Tournamentes pálya. De én megmondom őszintén, amivel a legjobban ki vagyok békülve, az az, hogy a ranked jutalmak jobbak lesznek. Ezt én már nagyon vártam. Hogy a rankedben még jobban legyen kedvünk játszani, és felfelé húzni. Igen, mert még nem lehet tudni konkrétan, mit lesznek a jutalmak, de biztos, hogy paklik, gráztok vagy goldbeli jutalom lesz, ami, vagy esetleg egy olyan kártya alap, amit nem ismerünk, vagy nem volt meg nekünk, ugyebár. Hát még egy ilyen újdonság, ami most a Blizzard most meg reklámozta most a játékosokat, hogyha előrendeltek a Grand Tournamentre, előrendelésben vásároltok, akkor nem csak 50 Grand Tournament pakkot fogtok kapni még ajándékba, hanem még ezen kívül még kaptok egy gyönyörű szét hátlapot is, amit csak a előrendeléssel lehet megszerezni.
És ugyebár most az arénásoknak még nagyobb öröm lesz, hogy most több kártyák közül tudnak válogatni, és ugye, ahogy telnek, múlnak az idők, egyre több lehetőségünk van másféle kombinációkat is kipróbálni. És amúgy ez az asztalap, ez most nekem most igaz, hogy nem tetszenek nekem ezek a lovakkori témák, de egyre jobban megkedvelem ezektől a pályáktól, tehát ezt a bábot lehet így ütögetni folyamatosan, akkor a nyilvesszőket így lehet ütni a céltáblába. Itt a jobb felső sarokban az ászót lehet változtatni a színét. És a kedvence, amikor a bal alsó sarokban láthattok egy ilyen standot, egy süteményes ételes standot, ha el is fogyasztjátok, mind a sört, mind a társüteményt, vagy bármegyet, amit rákatítottatok, hogy rányomtok a harangra, tehát erre a, nem is tudom, hogy szokták ezt nevezni, hogy csengettyű harang, vagy... Triangulum egyébként. Triangulum, köszönöm szépen. Akkor már, amint látjátok, a következő ételadagot már ki is szolgálják. És még egy fontosabb dolog, a hús sütögetők nagy kedvenc, amikor hús lehet sütni a tizen. Hát mit tudnék még újdonságokban elmondani? Nem is tudom. Rengeteg lap. Hát igen, ez a 100, körülbelül 130-140 lap, ez rengeteg újdonságot fog magában hordozni, tehát nem fogunk unatkozni paklik téren, tehát kezdhetünk újra gyűjtögetni, pakkokat nyitogatni, vagy akik jobban szeretnének arénában ezeket így nagy eséllyel Grand Tournament-es pakkokat szerezni, akkor azt megteheti majd 24-től. Azért nem adom olyan könnyen magam. Őszintén nekem nagyon bejön ez. Ez az Inspire tényleg meg fogja dobni, mert nagyon különleges, különböző lehetőséget ad meg. Hát, nem a legjobb. Minion-t idézte meg, de ez így szoros volt ez a mérkőzés. És a legkülönlegesebb ebbe a talentra most ugye a prémiumos Hunter és Mage kinézettel lehet játszani, tehát akinek nincs meg is különösen játszani akarna.
akkor semmi akadálya nincsen a dolognak. Nem is van kedved még játszani? Tenjünk még egy Tavern Brawl-t, ja. Jó, akkor Tavern Brawl. És akkor... Emrys. Tegyünk még egy Tavern Brawl-t, hogy lássátok még egyszer a dinamikáját, hogyan is működik. De igen, nagyon jól néznek ki ezek az elszínezik, úgymond másféle portrék ezeken a hősökön, de most magyar... A drága az a baj vele, igen. Hát majd nem a magyar összegekre találták ezeket ki sajnos. Mert ez a medív, meg a Magni Bronzebeard, az nekem nagyon tetszik. Meg eleve, hogy meg animálnak kapják meg a árcínezést, az egyszerűen fenomenális. Íme egy újabb Inspire-ös minion, aki, hogyha használja Emrys a következő könyvben a Hero Power-t, akkor plusz egy attack-ot kap minden egyes Hero Power használat után. Nekem a favoritom. Nagyon szerettem ezt a kis katonát. Ám a napokban nekünk felmerült még ugye a Diablo patch bemutat, úgymond a Diablo stream közvetítésünknél a kérdés. Most, hogy Hearthstone-ból, Heroes of Stone-ból, World of Warcraft-ból is jelentettek pádót, meg az Overwatch-nak is kikotyogták a bétájának az eljövetelét, időpontját konkrétan. A kérdés már csak az maradt, hogy mit fognak majd konkrétan a BlizzConon bemutatni. Emlékszel, neked mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Hát én egy biztosra mondanám a Diablo kiegészítőt. Nagyon érzékelem, hogy tartogatják magukat. Valószínűleg a BlizzConon kapunk egy kis World of Warcraft film. Kapni egy kis Diablót. Nem biztos vagy. Tehát végül is most a nagy ágyúkat most nem tudom, Blizzard szokáshoz alkalmából megint előtték, tehát mindenből adtak egy kicsit. De mivel tudják szerinted majd fokozni még a BlizzConot? Hát én a Diablóban reménykedem. Bár még valaminek lennie kellene, ugye? Hát igen, mert nem egy napos ugye a BlizzCon, hanem 2-3-4 napos, Emrys, igaz? Vagy egy majd, hogy nem egy hetes? Egy hetes azért nincsen, de 3 napos, én úgy tudom. És azért sok minden van azért, amit... Aki egy kicsit is ismeri a Blizzardot, az tudja, hogy a BlizzConra tartogatja a nagy ágyúkat. Nem tudom, hogy ezek után mi tudna lenni még nagy ágyú. Geniális spellt kaptam. Elfelejtettük még a tegnapi nappal említeni egyébként, hogy azok kapják meg Heroes of Stone-ban Diablo-t, aki ugyebár akinek már ugye megvan a játék, tehát nem kell konkrétan szezonális karaktert felhúznia, ezt most én vétettem el most. Elutálom ezt a lapot.
Hallod? Hát de most semmit nem tudtam most igazán kijátszani most rajta, csak bepróbálkoztam, mert nem volt úgy ma nem. Azt említettük, hogy a Karazi most már bekerült a Heroes of Stone-ban, most már aktív részes lett a Heroes of Stone-ban. És szerintem most már le is zárom a Heroes of Stone-beli információkat, mert azokat nagyjából már tegnap már megemlítettük. Tényleg jó ez a Mediva, amúgy. Hűha. Oké. Áll. Körülbelül én ennyit akartam, igazából. Megmutatni a nézőknek, hogy ez is lesz, erre is számítani kell a jövő héttől. És a rankedet ne felejtsétek el húzni, mert nagyobb jutalmak várnak rátok. Mindenképpen ajánlatos. Belemutattunk. A mai nap folyamán nézzetek minket, mert lesz még ról is. Mindenképp érdemes lesz velünk tartani. Ugye Tamás? Így van, ne felejtsétek el, hogy akkor később ugye akár League of Legends-el is fogtok találkozni a mai nap is. Igyekszünk minél többet közvetíteni nektek, srácok, úgyhogy fel a fejjel. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, most köszönjük a részvételt, aki nézte ezt a műsort. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Szervusztok!